Inkább függő, mint sem. Tehát inkább azt mondanám róla. De mit pedig akkor az még nem? Tényleg ezt tegyük majd tisztába. Tehát hogy, hogy érzékeled azt, hogy függő? Claudia, hogy... amikor éjszaka fölébredek arra, hogy ő is éjszaka felébred, és megy ki a toalettre, és akkor is valamit hallgat, és néz, akkor azt az nem kérdés. Hogy ez például, ez tényleg egy nagy probléma, ezt én is látom a lányomon, hogy reggel nem tud úgy elkészülni az iskolába, hogy mit tudom én, ott egy kicsit így kifesti magát, ugye 17 évesen, és egyfolytában megy valami. Tehát mint egy ilyen zajártalomként, vagy fényártalomként, ez ott van és létezik. Mind az amerikai, mind a brit, vagy akár az európai gyermekorvosi társaság némi különbséggel, de egyértelműen korlátozni, legalábbis túlig időintervallumban jelölnék meg, hogy mennyit lehet képernyőidőt tölteni egy gyermeknek. Hányszor jártam úgy, hogy este még elolvastam egy e-mailt, ami annyira felhúzott, hogy aztán nem tudtam elaludni, vagy éppen elgondolkodtak, beindítja úgy az agyamat, hogy akkor meg azért nem tudok elaludni. Üdvözlök mindenkit a Nem beszélünk zöldségeket podcast legújabb epizódjában, és itt vannak a gyönyörű virágszálak mellettem. Farkasházi Réka, Mór Bernadett Bedi és Liptai Claudia vagyok én. Hát én vagyok a szára a virágnak a mai napon. Viszont tényleg egy nagyon komoly témánk lesz, és azt gondolom, hogy tetszik, nem tetszik, mindannyiunkat érint ez. Hogyan hat a digitális kultúra a gyermekeink fejlődésére, és ezek az eszközök befolyásolják-e tényleg azt, hogy milyenek lesznek a gyerekeink, milyen lesz a jövőjünk, és egyébként, hogy milyenek vagyunk mi magunk. Na, hát erről szerintem mindenkinek van tapasztalata, igen. És egyébként egyáltalán nem szégyelnivaló. Tehát kezdjük ott, és tegyük tisztába, hogy elkerülhetetlen szerintem ma ezeknek az eszközöknek a használata. Persze, lehetne mondani, hogy elkerülhető, de ha a világ létezésében, vagy a mozgásában benne akarsz lenni, akkor biztos, hogy ezek az eszközök megjelennek az életedben. Szilveszterkor Egyiptomban voltunk, és hát ez általában oda pihenni mennek az emberek, nyaralni. És azt láttam, döbbenetes volt, hogy a tengerparton, a nyugágyakban pihenő szülők mellett a gyerekek a homokban az iPad-et nézik, az étteremben 6 hónapos, éppen csak ülni tudó gyerek az etetőszékben úgy etetik, hogy ki van téve a laptop. Tehát ezek a gyerekek nem hiszem, hogy maguktól kérik azt, hogy tedd be nekem akármicsodát. Hát most hanem, már az elején. Hát, de ez nagyon fontos, mert hogy mi szülők szoktatjuk rá a gyerekeket ezekre, a kütyükre. Tehát a felelősségünk óriási. Én értem, hogy nagyon kényelmes, amikor az anyukának van fél órája vagy egy órája, mert a gyereket leköti a tévét, csak hát így válnak függővé a gyerekek szépen, fokozatosan, lépésről lépésre. Mert teljesen igazad van, de a fejlődés ellen nem tudsz menni. Tehát itt a tudatosság, ami csak hát ezt egy gyereknél, tehát éppen ez, amit mondasz, hogy a felnőttnek a felelőssége, hogy ezt kézben tartsa, vagy koordinálja. Hát itt ugye mindig azt szokták mondani, ez, amit együtt töltött a gyerekeddel, a mennyisége vagy a minőségi idő a lényeg. Talán úgy gondolom, én teljesen bevallom, én sokszor, ahogyan Réka mondja, kényelmi szempontból volt olyan, hogy azt mondom, hogy nézzek mesét. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy például az nagyon meghatározó, hogy mit engedek, vagy mit nem. Ugye az iPad-en, például, vagy ezeken a tableteken én mindig olyan, le van zárolva például olyan tartalmak, amit nem akarom, hogy elérjen. Egyébként baromi ügyesek. Tehát, hogyha ő nagyon akarja, azon szoktam röhögni. Van a fiamnak egy külön szobája, a lányomnak van egy külön szobája, és amikor nagyon nagy csönd van fenn, és tudom, hogy nincs otthon a panka, akkor fölmegyek, és látom, hogy a gyerek bekapcsolta a panka tévéjét, és azon nézi az egyébként nála letiltott YouTube-ot. Tehát, hogy, és azt mondja, és kikapcsolja, mondom, mit keresel itt? Semmit. Mondom, hazudni még nem tudsz olyan jól, mint ahogyan szeretnél. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, és nehéz az, hogy valójában szembeállsz-e a fejlődés útjával, vagy mi az, mert hogy ebben is nagyon sok olyan képesség van, amit föl tud venni, és amivel ő tud majd élni. Egy 3 éves gyerek nem tud ebből szerintem semmilyen képességet fölvenni. Lehet, hogy egy 5-6 éves gyerek már tud a szülő segítségével tudatosan olyan tartalmakat nézni, ami a hasznára válik, de erre kicsi az esély. És itt igazából tényleg az a lényeg, hogy ezek a képi anyagok annyira impulzívak, annyi
információt adnak a gyereknek, hogy egyszerűen nem tudsz utána már lépést tartani, nem fogja lekötni azt, hogy te bábozol neki, vagy a homokot túrja, mert ő is már kapja az impulzust. És ez hosszú távon baromi veszélyes. Mert hogy ez kihat aztán a tinédzser korára, és aztán a felnőtt korára is, mert nem fogja észrevenni a körülvevő világot sem. Van egy rémes tapasztalatom, amikor elkezdtem tanítani, mint drámapedagógus, az első csoportom 10 éves kamaszok voltak, és heteken át nem tudtam, hogy mi a baj, mi történik. Hogy nem tudnak kommunikálni a gyerekek, nem tudunk együtt dolgozni, és rájöttem arra, hogy ezek a gyerekek nem beszélgetnek, minden érzelmüket emojikkal fejezik ki, cseten írják meg, hogy szeretlek, küldik a szívecskét, nem tudnak az arcodról olvasni, nem tudják eldönteni, hogy mit gondolsz, mert hogy ha csak nem így csinálsz, vagy igen, így. Hogy ez baromi kártékony, és nagyon visszavezethető oda, hogy az első babajátékoknál oda teszed azt a műanyag kis játéktelefont, vagy laptopot, mert hogy akkor az mennyire vicces, és közben észre se veszük, hogy mi szoktatjuk rá a gyereket. Igen, a mi fiaink még nem kaptak gyerekkorukban ugye laptopot, vagy akár telefont kiskorukban, most mégis függők. Vagy hát legalábbis az egyik inkább függő, mint sem. Tehát inkább azt mondanám róla. De mit jelent akkor az, hogy ezt tényleg ezt tegyük majd tisztában. Te hogy érzékeled az, hogy függő? Claudia, hogy... amikor éjszaka fölébredek arra, hogy ő is éjszaka felébred, és megy ki a toalettre, és akkor is valamit hallgat, uh-huh. és néz, akkor azt már az nem kérdés. Hogy ez például, ez tényleg egy nagy probléma, ezt én is látom a lányomon, hogy reggel nem tud úgy elkészülni az iskolába, hogy mit tudom én, ott egy kicsit így kifesti magát ugye 17 évesen, és egyfolytában megy valami. Uh-huh. Tehát mint egy ilyen zajártalomként, vagy fényártalomként, ez ott van és létezik. Nagyon nehéz egyébként azt mondani, hogy ne. Mert nem tudok opciót adni, mert azt mondja, hogy de hát mindenki ezt csinálja, ugye, amire gyerekkorunkban megőrültünk, hogy a Pistikének is ötöse van, akkor nekem miért? Meg ők, ugye, ők már nem néznek tévét, legalábbis a mi gyerekeink nem néznek tévét, tehát ők minden információt a netről. Meg én, a közösségi... nagyon, én most ebben nagyon karakán vagyok. A kislányomnak egyáltalán nem engedem a telefont sem, a tabletet sem. A legkisebbnek. De televízióban meddig? Nézhet mesét. Hát ameddig csak lehet. Igen. Tehát ő most középsős. Anyukámmal volt óriási konfliktusunk, mert ő meg a kezébe adta annak ellenére, hogy az én törekvéseim azok, hogy ne. És akkor nehezen értettem meg. Éppen nem, annyira nehezen nem, de hogy nekem rosszul esett, hogy ellene megy az én döntésemnek. Tehát, hogy ezt abszolút így elintéztük. Nem hiányzik neki, mert hogy nem tudja, mi az. Kész. Ami még nagyon fontos nálunk, hogy az étkezőasztalnál nincs telefon. Még a nagyszülőknek. Sem, meg senki. És a vendég jön, még neki is mondom, hogy figyelj, nálunk nem szoktuk. Azért, mert legalább akkor tudjunk beszélgetni. Egyébként ez szerintem, ez komolyan most nehezebb ezt elérni, mint azt, hogy régen mondjuk, nem tudom, még már nekem az is nehéz elérni, hogy odaüljön az asztalhoz, amikor van egy közös vacsora, és néha valóban sokszor a könnyebb ellenállás felé megyek, és nem akarom a vitát, és hagyom. De például szerintem nagyon jó, hogyha helyzetet teremtesz arra, hogy a gyereket tényleg lefoglalja valami. Én ezért imádok utazni. És tudom, hogy ezt nem teheti meg mindenki, de pont azért, mert olyankor maga az a tény, hogy új impulzus, új inputok, új befolyások, új mindenféle dolog ér, még az egyébként tényleg telefonnyomkodó lányom is leteszi azt, és akkor úgy körbenéz. Vagy egy kicsit, ha én adok neki valami érdekességet, talán akkor meghallgatja. A kicsi meg abszolút olyan, hogy szerintem tényleg nevelhető arra, hogy most egy ilyen ötlettel nyáron lesz egy gazdatábor, az a neve, és egyébként is imádja az állatokat, és úgy döntöttem, hogy már pedig a gyerek megy a gazdatáborba, alig várja egyébként, meg tök érdekes, mert a gyerekek mostaniak azért olyanok, mint amilyenek mi voltunk. Hát tehát persze. Szereti ő azt nagyon is. Fogja érezni, órákig el persze. Tudnak bíbelődni a homokban és egy hangyát kergetni. Tehát egyszerűen az ember ösztönösen arra vágyik, hogy a természet közelségébe kerüljön. Hát csak meg hogy a fantáziája működhessen. Hát arról nem tehát egy készjátékkal azzal nem tud. De ezért, hogy legyünk őszinték, én is észreveszem magamon, hogyha nincs a kezemben a telefon, olyan, mintha valami nem lenne. Tehát, hogyha valami hiányozna. Azért lássuk be, amikor azt hiszük, hogy elvesztettük a telefont, akkor még annál, igen. Na jó, tehát nem tud olyan dolog történni igen. Még, mint az, hogyha igen. Nincs meg a telefon. Vége, elvesztettem a kapcsolatot a világgal, Houston. Kérem jó, de a fél életünket abba tároljuk, tehát ez mondjuk érthető.
Igen, de ez is egyfajta függőség, de pontosan ezek azok a leszoktatások, amivel vagy meg lehet próbálni, vagy hogy példát mutat az ember, és ezért hívunk egy szakértőt, aki pont erre törekszik, méghozzá gyermekorvos, sportorvosként, dr. Koncz Levente a mai vendégünk. Kedves doktor úr, bár még gyerekcipőbe jár szerintem a digitális technika azon fejlődése, amiben éppen most benne vagyunk, de van már bármilyen adat arra, vagy kimutatott kutatás, hogy hogyan hat valóban az agyra és a fejlődésre mondjuk a mobiltelefon, vagy bármilyen digitális eszköz használata a gyerekkorban? Mindenképp, viszont nem minden esetben nyilatkoznak egyértelműen az egyes iránymutató, az egyesületek, mind az amerikai, mind a brit, vagy akár az európai gyermekorvosi társaság némi különbséggel, de egyértelműen korlátozni, legalábbis túlig időintervallumban jelölnék meg, hogy mennyit lehet képernyőidőt tölteni egy gyermeknek. 2-5 éves kor közé lövik be az első nagyjából 1-2 órát, amit nem tanácsos egyáltalán túllépni, illetve a tartalom is nagyon fontos. Nem lehet elszakadni a digitalizációtól, de meg kell választani, hogy mit adunk fogyasztásra gyermekeinknek. Az a hatás, ez mondjuk élettanilag, tehát például ugye nagyon sokszor beszélünk akár ADHD-s gyerekekről, vagy olyanokról, akiknek van egy ilyenfajta túlmozgása, egy egészen más agyi fejlődése, vagy például pont a látás romlása, ez összefügg ezekkel a nagyon villodzó, nagyon gyors, nagyon dinamikus és iszonyúan az életünkbe belemászó tartalmakkal? Gyermekeink meg kell tanulják egyéni fejlődésük során a térben való tájékozódást, orientációt. Nagyon fontos számukra, hogy biztonsággal közlekedjenek. Egy olyan vizuális inger, ami kétdimenziós, információ mennyiségében nagyon nehezen feldolgozható és gyors villózás, változással jár, nem életszerű. Önmagában a gyermeket, ha a tévé leköti, utána a való életben, ha kikerül, sportol, mozog, olyan tapasztalatokkal találkozik, amit, hogyha a tévében emlékszik is, nem biztos, hogy olyan következménye lesznek. Akár, hogyha leesünk valahol, az fájni fog. Viszont a tévé előtt, ha látunk egy bumot, azon többnyire nevetünk, akár egy mese rajzfilmben. Most őszintén, ne haragudjon, doktor úr, de ez nekem, ez mindig egy kicsit olyan, szóval ezen én el szoktam azért húzni a szám, szóval nem hiszem, hogy olyan hülyék a gyerekek, hogyha azt hiszik, hogy Tom és Jerry újra és újra föl kell a macska, akkor az életben is, hogyha fejbe vágják, talán egy 2 éves még azt hiszi, de hát azért egy 4-5 éves, azért már adjunk már neki annyi intelligenciát, hogy nem fogja azt gondolni, hogyha egy bumeránggal veri a kutyát, akkor az életben marad. Ez életszerű ön szerint? Én se tennék egyenlőséget ebben, viszont az kétségkívül, hogyha ülünk a tévé előtt, és látjuk rohangászni az állatokat, hogyha mi is kint úgy rohangásznánk, akkor mind az izomzatra, mind a csontozat más fejlődést venne, illetve a helyzetérzékelésünkre. Tehát abban, hogy gyakoroljuk a testünket, használjuk, mozgásra fordítjuk, a nagybetűs életre és a későbbi életünkre készítjük fel. A gyerekeknek nagyon fontos, hogy mozgás tekintetében minél többféle sportot, mozgásformát kipróbáljanak. Nagyon sokszor látszik az, hogyha nincs lehetőségük felső testrészeket tornáztatni, mozogtatni, például akár, hogyha otthon van egy fa, diófa, bordásfa, egészen más a felső testnek az izombeli fejlődése, illetve az alsó antigravitációs izmainknak, így a comb, vádli, egyebek. És hogyha valaki pedig rendszerint kergetőzik, mint Tom és Jerry, és elesik, fel kell, valószínűleg jobb lesz a helyzet stabilitása. A Klau azt kérdezte, és engem is nagyon izgat, hogy vajon az, hogy ilyen sok figyelemzavaros gyerek van mostanában, vagy ilyen sok látás problémás gyerek van, az összefüggésbe hozható-e azzal, hogy túl sokat néznek bármilyen képernyőt? Azt tudni kell, hogy a szemnek a fókuszálása az közeles távolra a lencsének a törő felületével tudjuk változtatni. Ez lényegében a szem homeosztázisának, tehát működésének egy alapvető követelmény. Ha egy dologra fixálunk folyamatosan, akkor a szemnek is a belső működése az némiképp korlátozottá válik, zavart lehet.
Éppen ezért a szemüvegnek a használata akár a korábbi életévekre tevődhet, a rendszerint nagy mennyiségű tévéfogyasztása, korai fókuszálása, de ez valamennyire az olvasásra is igaz, ezért vannak a vizsgában és szünetek, fel kell nézni a könyvből, illetve melyik mennyiségű folyadékot kell fogyasztani, hidrálni. A viselkedéssel kapcsolatban biztos, hogy van összefüggés. Viszont ezt nagyon nehéz így egyértelműsíteni és kimondani. Nem is vállalkozik erre minden társaság, de a kockázatként egyértelműen megjelölik. Azt, hogy a túlzott mennyiségű képernyőidő, vizuális inger használata, telefon, tablet, játékok, rajzfilmek vagy filmek, azok a gyermekek idegrendszeri fejlődésére is hatással van. Sugárzás sem tesz jót, ugye folyamatosan ezeknek az elektromos készülékeknek a közelében lenni. Ez a fehér szmog, vagy hogy hívják pont? Fehér zaj. Elektroszmog, igen. Köszönöm. Fehér zaj, illetve a kékfénymérgezés, tehát hogy az is, hogy a szervezetre olyan hatásra is van, hogy akár mondjuk lefekvés előtt egy vizuális inger használta, telefon, tablet vagy tévé, az a tobozmirigyben termelődő alváshormonnak a szintézisét megváltoztatja értelemszerűen nem az alvás irányába, hanem az ébrenlét és az éberség irányába. Éppen ezért, hogyha valaki leteszi a készüléket, azonnal nem fog tudni aludni, hanem legalább egy 20-30 perc ráhangolódás is kellhet hozzá. Ezek most fizikai tünetek, de hogy az én igazi aggodalmam az, hogy a gyermekek érzelmi fejlődésére és a szociális fejlődésére is szerintem igen csak rossz hatással van az, hogy túlzott mennyiségű digitális tartalmat. Tehát a legjobb barátja az ő laptopja és a telefonja. Kétségkívül a kötődés, mint ami először a gyermekben kialakult biztonsági érzet, az édesanyja, illetve a szülők iránt van. Ez a legelső igényünk, hogy meglegyen, illetve tanult forma, hogy az édesanyához kötődnénk, ez egy biztonsági érzetet ad. Az, hogyha a későbbiekben a világ felfedezésével, a látótávolság kiszélesedésével, illetve a tapasztalati úton szerzett környezeti ingerek, az fókuszáltan egy irányba terelődik, és ez a televízió, ez valóban egy függőséget is okozhat. Ez nehéz megítélni, mert korosztályként különböző lehet. Ez mindenképp szakember kell, aki ezt kimondja. Hosszabb idő fennálltáról kell, hogy beszéljünk, illetve az, hogy ennek javára sok minden másban, adott esetben kárt szenved. Hogyha valaki jobban kötődik a tévéhez, tablethez, telefonhoz, szociális médiához, akkor minden bizonyal a családban is vannak, lehetnek változások, lemond bizonyos kapcsolatokról, fizikai aktivitásról, mozgásról, vagy pedig akár a családnak az életét is zavarhatja, ronthatja, és ez is ráutaló jel lehet arra, hogy adott esetben segítséget kell kérni. Én még 19-re lapot húzok, mert én még tudok még egy függőséget itt az egészbe behozni, és azt tudom, hogy az ön szakterülete már olyan szempontból, hogy ezen szeretne változtatni, vagyis ezzel foglalkozik, hogy az evéshez kapcsolódó például telefonozás. Tehát nagyon sokszor van, hogy már egyszerűen mennie kell a telefonnak ahhoz, hogy közben az ember étkezzen, vagy a gyerek. Tehát, hogy mint egy ilyen összekapcsolja reflexként, Pavlov reflexeként, hogy ha én eszem, akkor megy a telefon. És egyébként így mind a mennyiség, amit megeszik sokszor egy gyerek, tehát hogy nincs kontrollálva az a helyzet, hanem valahogy ez hozzá kötődik. Tehát például, ahogyan a Réka mondta, hogy náluk az ebédlő asztalnál nincs telefon, tehát ők beszélgetnek. Van olyan gyerek, aki szerintem, hogyha hirtelen elvennék a telefont, nem is tudná, hogy ott hogy kell felemelni a kanalat. Sőt, azt is említettem, a doktor úr még nem hallotta, hogy én rémisztőnek találom, hogy éttermekben azt látom, hogy a pár hónapos csecsemő, akit még kanállal etetnek, vagy akár egy-két éves gyerek az etetőszékben úgy etetik, hogy közben elé teszik a telefont és a laptopot, hogy menjen a mozi, és üres tekintettel bámulja a képeket, és nem figyel arra, hogy mit eszik. Szerintem ez egyenes út arra, hogy a táplálkozással bármilyen problémája lehessen.
Hát az evés, nem evés, illetve hogy hogyan fogyasztjuk az ételt, az nagyon fontos, mert hogy a gyermek először is fel kell fedezni azt, hogy a kezét tudja használni, tud vele fogni az adott esetben kanállal, vagy ivóporrat, hogy használ azt, hová emeli a szájához, a szájába helyezett ételt, azt megízlelje, lenyelje. Hogyha ez összekötődik valamivel, akkor ez egy kialakult szokásként, egy rossz szokásként jelentkezik. Nagyon nehéz későbbében áttérni, viszont az ételnek az fontos, hogy van egy annyi tisztelete és érdeme, hogy ez egy külön idő, külön mennyiségű időt és figyelmet érdemel. Nagyon jó az, hogyha a gyermeket etetjük, de kell hagyni őt is, hogy felfedezze. Sokszor azért kerülnek elő a játékok, vagy pedig a vizuális inger, mert eleve hozzá szokott, és önmagában a készüléket nem tudják elvenni adott esetben a gyermektől. És csak akkor eszik, ha az ott van. Amíg annyit beszéljük, mindenképp még két dologról szeretnék, egyik az étkezés, hogy valójában mi az, ami gyerekorvosként ön szerint szükséges lenne, mert ugyanúgy ugye van sokszor a gyerekeknek, ha most kivesszük a digitális részét az egészből, az a függőség, hogy csak egyfajtát eszik, nagyon kevés az a zöldségféle, ami kellene. Mi lenne az ideális? Mondjuk, most persze tudom, hogy ez gyerekkortól, tehát korszakoktól függő a dolog, és nem lehet egy kalap alá venni egy 2 éves, meg egy 12 éves, de mit lehet a doktor úr, hogy ilyen szempontból el vagyunk maradva, rosszul állunk? A nagyon előkészített ételek, túl finomított ételek önmagában az emésztésre hatással vannak, illetve a bérrendszerünkre, a bérflóránkra is. Nagyon a hiányát látjuk, és tisztában vannak az emberek, hogy adott esetben nyomelemeket vagy vitaminokat pótoljanak. Az ételeket lehetőleg természetes formájukban, lehetőleg minél kevésbé kisebb feldolgozással jó elfogyasztani, elkészíteni, és ennek megfelelő mennyiségű rost is fog bejutni. Hát nem egy fehér liszt az, ami rost gazdag, abban is van, viszont az is fontos, hogy ha nem is annyira előkészítve, akár a főzés, sütés, de mondjuk egy párolás, az már kevésbé szedi szét ugye a zöldséget, akkor úgy is kínálni kell a gyermekek kicsikorától fogva, és a későbbiekben is. Vannak trükkök, hogyan lehet adott esetben kívánatosabbá tenni, hogy sütni valamit, amivel egy picit édesebbé válhat, akár sárgarépa esetében, vagy sütődők az édesebb is, viszont meg kell alapozni, hogy családi kultúrán legyen annak, hogy egy napi táplálkozásnak része legyen a zöldség és gyümölcsnek. Nagyon egyszerű példa erre az dietetikai szövetség által kiadott okostányér, amit a hűtőre kinyomtatott formán kitesszük, akkor este csak ha ott van a kisebb korú gyermek, akkor végigveszi, hogy mit fogyasztott, és adott esetben hát a versenykedvet is javítva végigvenni, hogy mit lehetne még, vagy mit kellene még, vagy holnapra mit tervezünk még, mennyi zöldség, mennyi gyümölcsöt. Hogy egy kicsit megvédjem a digitális kultúrát, például nálunk megy egy olyan sorozat, amiben egyfolytában ételeket készít egy furcsa manó, és mindenféle formában a zöldségeket, kocsikeréknek, nem tudom, mindennek kirakja, és azóta a kisfiam, egyébként aki szereti a zöldségeket, sokkal többféle teszik, mert mondta, hogy szeretne, hogy csináljunk egy ilyet, egy olyat, egy amolyat, tehát azért nem a nem ördögtől van. Köszönöm szépen, hogy te mondtad ki, Réka. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, és hogyha valakinek van kedve, akkor az ön körzetében a séta az orvossal is kipróbálhatja minden héten egyszer, ha jól tudom. Minden hónapban. Minden hónapban, de hétvégente. És akkor mostantól minden héten lenni, azt mondtuk, sétálhatnak az orvossal. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Hát eddig a gyerekekről beszéltünk, de hát azért ne vegyük már ki magunkat se ebből a kis kockából, mert szerintem biztos, hogy ránk is hatással van, vagy inkább engem ami félelemmel szokott eltölteni. Én bevallom, én telefonozok, én tabletezek, mondjuk egyébként tényleg le tudom tenni, de hogy most beszélgetünk, és hogyha elővesszük a telefont, ami nincs olyan messze tőlünk itt bent, egyszer csak
ha arról beszélünk, hogy hajbeültetés, megjelennek a reklámok. A hajbeültetés. Pontosan. Nekem inkább ez a félelmetes, hogy valójában nem bújhatunk el soha többé a világban. Nem, hát ez egy olyan algoritmus, de engem azért zavar, mert too much information. Tehát, hogy annyi helyet... Ezt fordítsuk rá a magyar. Túl sok információ zúdul a nyakunkba, és ez olyan, hogy például nem szeretek bemenni egy bevásárlóközpontban sem, mert túl sokból, túl nagy választék, és állítólag ez bizonyított, hogy a túl nagy választék, vagy a túl sok információ egy idő után leterheli az agyat. Lehet, hogy nekem kicsi van, és azért terheli, de leterheli. Hogy tehát mondjuk például az interneten bejövő információk, amit mondhatjuk azt, hogy annyira közel kerül a világ, hogy ami mondjuk régen, és ezzel se tudunk mit kezdeni, amiről régen nem is tudtál, hogy mi történt a világ másik végén, most percenként jön állandó be az jelenlétben. Igen, ez szerintem nekem ez a félelmetes. Hogy te is mindig jelen akarsz lenni, mármint hogy mi mindannyian, tudni akarunk mindig mindenről. Nekem például nagyon rossz szokásom alakult ki, amit nagyon szeretnék levetkőzni, hogy mikor elaludt a gyerek már, és mindenki alszik, és mondjuk én nem tudok aludni, akkor este még végig pörgetem az oldalakat, még megnézem az e-maileket, és reggel az első, hogy az ember kinyitja a szemét, csörög a telefon, és akkor na jó, akkor megnézem, nem is látom már sajnos, csak szemüvegben, de hogy az első, és ezt nem szabadna. Nem szabadna, hogy az jöjjön be. Tehát az ember normálisan régen volt egy folyamat annak is, hogy észhez tért, nem? És most azonnal zúrítjuk magunkra az információt. És hányszor jártam úgy, hogy este még elolvastam egy e-mailt, ami annyira felhúzott, hogy aztán nem tudtam elaludni. Vagy éppen elgondolkodtad, beindítja úgy az agyamat, hogy akkor meg azért nem tudok elaludni. Úgyhogy nagyon nehéz úgy, hiszen olyan, hogyha nem vagy benne, ugye van ez a ha nem látszol, nem játszol. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szabálynak tűnik ma. Tehát, hogy ezért az ember akarja is. Engem például nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy én olyan tartalmat tegyek ki, aminek van értelme, aminek van értéke, aminek van érzelmi értéke, vagy van valami mondani valója. Ezért nagyon sokat agyalok, mert van, aki ugye tényleg, amikor a 27. sültet rakja ki, és a nem tudom mit, és ezt tettem, és tényleg már az ilyen színűt kakiltam, és már nem tudom, hogy mi az, hogy már nincs valódi értéke, tehát az zavar inkább, de közben nagyon nehéz erről leszokni, hogy ezek olyan addikciók. Pedig muszáj ezt az ördögi kört valahogy megszakítanunk, mert különben a gyerek, tehát ugye mi mintát adunk a gyerekeinknek, és a gyerekeink azt fogják csinálni, amit látnak. Ha a mi kezünkben állandóan ott a telefon, akár csak e-mailezésre, vagy valakivel beszélni, akkor neki az lesz a normális. Vagy ha bemegyünk egy étterembe, és a csajok leülnek az asztalhoz, és ahelyett, hogy megörülnének egymáshoz, azonnal elkezdenek hozzalni és fotózni, vagy a tengerpartra valaki azért megy csak ki, hogy ki tudja posztolni az Instagramra, aztán fölvonul a szobába, mert egyébként nem tudja jelezni. Kikéri magának, hogy nem volt olyan naplemente, mint a két héttel ezelőtt a barátnője. Vagy a sarki fény nem jelent meg, hát, ugye? Képzeljétek el, hogy elmentünk tavaly nyáron. De hát már van egy alkalmazás, odarakunk. Tavaly nyáron elmentünk nyaralni, közösen a gyerekekkel együtt, és elmentünk egy tényleg hiper-szuper helyre. Esti szórakozó hely volt, de nyilván már naplementénél kezdett gyülekezni ugye a közönség, és mindenki megjött szépen felöltözve, mindenki fotózkodott, szelfizett, meg nyilván a naplemente ott, a gyönyörű tengerpart, stb. Vége volt, meg elkészültek a fotók, és mindenki utána szinte hazament. Igen, ezt én is sokszor tapasztalom, tehát, hogy meg tudja mutatni, hogy ki van pipálva, itt voltam, jó, igen, megvan a selfie is. Mert pedig az a csodás, hogy pont amikor elutazom, és hazajövök rá, mondjuk négy nap múlva, és rájövök, hogy nem néztem bele a hírekbe, és semmiről nem maradtam rá. Valójában a világ ugyanúgy a világ maradt. De most ettől függetlenül mi elbúcsúzunk, köszönjük, hogy a vendégeink voltak ott a képernyő előtt, és csinálunk egy közös képet azért. És azért minket nézzenek. Igen, mi egy remek digitális tartalom vagyunk, egyáltalán nem vagyunk károsak, sőt, nagyon hasznosak. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottak. Viszlát. Viszontlátásra. Thank you.